Karácsony vagy botka? Most karácsony. Hát most, de... A programjuk lényegében hasonló. Hát holnaptól karácsony. Erre készülünk. Holnap hétfő van, nem pedig karácsony. Mi van akkor? Igen, semmi. Akkor majd dolgozunk tovább. Sima hétfő biztos, hogy nem lesz, de ha tovább bontom a reményeimet, hogy ez a fajta abszolút fideszes hegemónia, ez mindenképpen megszűnik. Egy pirosbetűs ünnep lesz reményeim szerint, tehát ez egy nagyon nagy ünnep, sokan mentek el, a döntés az biztos, hogy legitim lesz is erős. A László sajnos nem mondott. Azért sajnálom, mert egy tehetséges politikusnak tartom, és a politikai programja egy újfajta demokráciáról és egy baloldali szolidaritás, mondjuk így hivatalos államprogrammá válására, az nagyon hasonlított Karácsony Gergő programjához. Előzetes adatok alapján most valószínűs esetben lehet, akár ki is jelenthetjük azt, hogy sem a rendszerváltás idején, sem 2002-ben, ami eddig a két rekord részvételi választás volt, nem volt olyan magas részvételi arány, mint most. Tényleg úgy születik egy döntés, hogy nagy arányú részvétel van mögötte. Hát én nagyon bízom benne, hogy a liberális párt továbbra is parlamenti párt lesz, és meg lesz a képviseletünk, Bőszanet előkelő helyen van a listán. Ez a mai magas részvétel mindenképpen mutatja, hogy repedezik a bálvány. Én remélem, hogy le is dől, és akkor az lesz, amiről... De nem holnap, legkésőbb 4 év múlva. Vagy még előbb, ezt se lehet tudni, a belső törésvonalak már látszanak. Én azt gondolom, hogy amit eddig a szakértők nekem mondtak eddig is, hogy minden magasabb a részvétel annál valószínűsége, én arra számítok, hogy most ez a valószínűség még